Gyöngyfalvi legényest járt Németh Antal, akinek a kódja 31-es. Tessék szavazni, tessék használni ezt a kódot. Kétféleképpen is lehet, vagy a Media Click Plus ingyenes applikációjával, vagy SMS-ben egyetért, ezt már nagyon bólogatsz. Így van. Ne beszélj, igen, tudom, az most nehéz. Diószegi László megteszi helyette. Érdekes lett volna Fodor Matyi táncával együtt egy adásba versenyezni, mert mind a kettő nagyon jó volt. A Matyi tán kicsit jobban megmozdította a színpadot, te viszont halatlan pontos voltál. Elhangzott, hogy ugye 4 év meg fejlődni, hát ugye van kitől tanulni, mert tagja vagy a Páván is szereplő Csaba együttesnek, Szarkas Zsolti vezeti, tagja vagy a Pitos Dezső Enikő féle Szentendrének, és szólóban is elindultál, és elvégezted a Táncszínészeti Egyetemet, és van a zsűri, aki okoskodik. Én azt mondom, hogy így csináld, meg szeretem, ha mosolyogsz. A zsura hivatásos táncos táncegyüttest vezet, ő nála más elvárások vannak. Na, én okosat fogok mondani, most már a magad elvárásait. Mondtad, maximalista vagy, jó úton vagy, jól csinálod. Úgyhogy, hogyha ezt így folytatod, már pedig biztos vagyok benne, hogy így folytatod, akkor elégedett leszel az életben a tánccal, a mindennel, és szerintem ez a legfontosabb. Köszönjük szépen! Azért Zsuravszky Zoltánra is kíváncsiak vagyok. Köszönöm, persze, hogy megemlítettél, hogy a közhívő, de ettől függetlenül nem szerettelek volna soha-soha megbántani, és az elmúlt 4 évben láttalak táncolni a Művészetek Palotában különböző műsorokon, és nagyon elégedett vagyok, tehát rengeteget fejlődtél, nagyon komoly táncot mutattál be. Aki próbálta már, az tudhatja, hogy 10-12 pontot végigtáncolni egy legényesből. Ezek a pihenőpontok, mi úgy hívjuk táncosok, a pihenőpontok, de hát iszonyan fárasztóak, és főleg ezeket a nagy csapásokat mindig a levegőben voltál, szerintem többet volt a levegőben, mint a földön. És én azt mondom biztatásképpen neked, hogy apró termeted van, de nagy táncos lettél. Köszönöm. És ez már jelen időben megérkezti. Elnök úr? Hadd fűzem hozzá, hogy Martin Györgynek, mindannyiunk vagy mesterének a kedvenc tánca volt ez a legényes, és ezt ő jól is tudta táncolni. Hallottam az öregektől, Pesovár Ernő mesélte, hogy Kodály kivitte őket egy csehországi konferenciára, és a vonaton Kodály Zoltán volt ott kupéba, Pesovár, Martin György és Lajta László. Jó kis csapat volt. És azon tanakodtak, hogy hogyan csinálják meg az előadást, és Martin javasolta, hogy mi lenne a tanár úr, hogyha előadásom után elolvasta az előadását, legényes, eltáncolnám. Hát két vélemény volt. Lajta kicsit ilyen arisztokratikus éllel megjegyezte, hogy úriember nem ugrál ezeknek. Kodály viszont azt mondta, hogy nyugodtan táncolt csak el, mert ő azt akarta reprezentálni, hogy a magyar tudósok nem csak beszélnek erről a dologról, hanem maguk is tudják táncolni. Úgyhogy óriási sikerük volt. Hát ez itt most folytatódik. Gratulál, tudsz már beszélni? Igen. Akkor kérdezek, mert hogy mindannyian szeretnénk hallani, hogy te miért szeretnél a középdöntőben lenni. Egy kicsit buzdítsuk a nézőket, hogy szavazzanak. Én szeretném továbbvinni ezt a vonalat, amit most a zsűri is, amivel a zsűri is megerősített. Szeretném, hogyha más táncba is meg tudnám mutatni a nézőknek. Hát legyen, akkor kedves nézőink, a 31-es kódot kell használni, hogyha szeretnék, hogy Németh Antal itt legyen velünk. Igen, köszönjük szépen, a szóló és páros táncosok kategóriájában mindenkit láttunk már ma este. És kipillantunk a zsibongóban is, hiszen Péter mellett is várakoznak. Oh.